It was 1947 in Poland. Lengyelország 1947. Háború végeztével skandináv és amerikai egyházaktól kapott segélyek szétosztását végeztem. Emlékszem a nyomorúságos körülmények között élő nőkre, gyermekekre és idősekre. Olyanok voltak, mint egy szürke, hangtalan hadsereg, szegény és éhező emberek serege. Lengyelország északi részén a korábbi német gyökerű Mazóriában az evangélikus egyház tagjainak több mint fele oda veszett a háborúban. Lelkész hiány uralkodott, érezhető volt a lelki erőtlenség, számos templomépület pedig romokban állt. Sok európai egyház élt hasonló körülmények között a háború után, ám a kétségbeesés és reménytelenség ellenére 47. júniusában mégis egyházi vezetők találkozójára került sor a békés Svédországban. Az európai, észak-amerikai, dél-amerikai és ázsiai képviselők ide érkeztek a lundi vasútállomásra. Hermann Schlieter svéd lelkész maga is a fogadóbizottság tagja volt. Ezen a helyen álltam és vártam a küldötteket, akik a Luteránus Világszövetség első nagygyűlésére érkeztek a világ minden tájáról. Korán sem volt biztos, hogy mindannyian el tudnak jönni, mivel a második világháború éppen véget ért, így a külföldi úthoz engedélyt kellett kérniük országuktól. A világ evangélikusságának vezetői a múlt sérelmeit és félreértéseit félretéve összefogtak a keresztény szeretetben, hogy hitben megújulva szembenézzenek a jövő problémáival, és elkötelezzék magukat a közös cselekvés mellett, az egyház újraépítésének érdekében. Örültem annak, hogy jelen voltak a fiatal evangélikus egyházak képviselői is Kínából, Japánból, Madagaszkárról, valamint Afrika, Ázsia és Latin-Amerika más országaiból. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez volt az első alkalom, amikor ezek a fiatal egyházak valóban a világ evangélikusságának részévé váltak. A lundi nagygyűlés egyik fő célja a Luteránus Világszövetség létrehozása volt. Elfogadták a szervezet alkotmányát, amelyet a delegáltak aláírásukkal erősítettek meg. Megválasztották a tisztségviselőket. Rendelkezést hoztak a Nemzeti Bizottságok kinevezéséről, és lefektették az állandó munkabizottságokra vonatkozó terveket. Öt évvel később ismét találkoztunk, de milyen más is volt ez a második alkalom az elsőhöz képest. Mekkora növekedésnek lehettünk tanulni, 52 különböző és önálló tagegyház 26 országban, közel 50 millió ember képviseletében a világ legnagyobb nemzetközi protestáns egyházszervezete. A hannoveri nagygyűlés hozta létre a világszolgálati és világmissziós osztályt is. A világ különböző egyházait képviselő küldöttek egymás után bátorítottak bennünket időszerű felszólalásaikkal. Bergro, norvég püspök szavait sohasem fogom elfelejteni. Az Isten iránti engedelmesség mindig elsődleges. Bármely totalitárius állam, amely zsarnokként uralkodik az embereken, ellensége Istennek, ezért szembe kell szegülnünk velük. Az egyháznak nem szabad erőszakot gyakorolni ilyen esetben, de a keresztény állampolgárnak kötelessége az ellenállás. Minneapolisban 32 ország küldöttei gyűltek össze, akiknek egyházai egy változó világban új nemzetek létrejöttének idején és a hidegháború közepette szolgáltak. Az LVS elnöke, Free Püspök ezekkel a szavakkal köszöntötte a nagygyűlést. Krisztusban egyek vagyunk és szabadok. A Szentlélek serkenti képzeletünket, fokozza bátorságunkat, józanságra int és erősíti türelmünket. Augusztus 25-e szombat a harmadik LVS nagygyűlés záró napjaként válik emlékezetessé. Ezen a napon a nyugati félteke valaha volt legnagyobb evangélikus találkozójának lehettünk tanulni.
A résztvevők közelről és távolról érkeztek, hogy részt vegyenek az áruünnepi istentiszteleten, St. Paulban, Minnesota állam, Kapitólium épületéhez vezető széles úton, itt, ezen a valóságos embertömegen keresztül vonult végig a regisztrált küldöttek és látogatók méltóság teljes menete. Mostanra még több evangélikus csatlakozott az LVS-hez, ám a helsinki nagygyűlés nem tudott teológia egységre jutni a luteránus egyházak teljes egységét illetően. Megalapították az új ökumenikus kutatóintézetet. A tervek szerint az LVS találkozó székhelye Brazília lett volna, de az ottani emberjogi sérelmek miatt a szervezők visszaléptek, és a genfi központhoz közel tartották meg a nagygyűlést. A küldöttek határozottan kiálltak az emberi jogok mellett és a rasszizmus ellen, és teret adtak az ifjúság friss és erősödő hangjának is. Az első, harmadik világbeli nagygyűlésen az LVS egyértelműen állást foglalt az apartheid ellenében, és nagy figyelmet szentelt a nők és az ifjúság szempontjainak is. Megválasztották az első afrikai LVS elnököt, a tanzániai püspököt Kibira személyében. Az LVS először tartott találkozót Kelet-Európában. A nagygyűlésnek a magyar főváros új fedett stadionja adott otthont. A tagegyházakat képviselő 330 küldött és sok mást résztvevő tanácskozásának ez a motto adott keretet. Krisztusban reménység a világ számára. Valódi evangélikusként tudjuk, hogy csak Isten kegyelme által érhetünk el bármit is itt Budapesten. Ez a leköszönő LVS elnök Kibira püspök szavai, amelyeket a szintén tanzániai Anza Lema tolmácsolt. A nyitó Isten tiszteletre sok ezer ember csatlakozott a nemzetközi résztvevőkhöz szerte Magyarországról és Kelet-Európából. Összesen 12 ezeren voltak jelen. Az evangéliumot Magyarország népének és közösen az itteni evangélikus egyháznak. Tégy bennünket figyelmessé, szenvedésünk és reményeink iránt. Hadd használjuk fel ezeket a napokat arra, hogy erős és hosszantartó hidakat építsünk Kelet és Nyugat, Észak és Dél evangélikus egyházai között. Akár kiváltságos, akár hátrányos helyzetből érkeztünk, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy bele tudjuk magunkat képzelni a más körülmények között élő testvéreink körülményeibe. A politikai gyűlésekkel szemben nekünk nagy előnyünk az, hogy kérhetjük a Szentlélek vezetését, aki elsősorban a szeretet gyümölcsét adja nekünk. A szeretet pedig csodákat művel. A luteránus egyházak körében nagy hagyománya van a missziónak. A missziói elhivatottságnak pedig kezdettől fogva szerves részét képezte a kereszthordozás és az áldozatvállalás. Ma az a feladatunk, hogy a szolgálat iránti teljes elköteleződés lelkületét megújítsuk, és elmélyítsük szavainkban és tetteinkben egyaránt. Legyen szó hazánkban vagy távoli országokban történő missziói tevékenységről. Miriam, gyújtasz? Gyújtjon. Asi, tuom. Mungu mwenyezi, mwenye rehema. Nashukuru ya kwamba kweli umetupa tuendelee kukuabudu wewe. Naomba umebariki nyumba hii ya ndugu Mande wote
mkubwa na mdogo na watoto wao wote waendelee kukupenda wewe na kukutumikia wewe. Hasa msaidie Mama Senge ambaye amekabidhiwa wajibu mkuu wa kuongoza malezi ya watoto. Herre, vi ber dig för vår gemenskap och vi tackar för att vi har varandra, att vi är många vänner här i Gustavsberg. Karin Ogilund, svéd lelkész, a budapesti nagygyűlés egyik delegáltja volt. A dél-afrikaiak, a namíbiaiak és az afrikaiak azzal a meggyőződéssel szeretnének hazatérni, hogy az evangélikus világ teljes mértékben támogatja a szabadságért és emberségért vívott küzdelmüket, hogy azzá lehessenek, aminek Isten szánta őket, és ne azzá, amivé az emberek tenni akarják őket. Az ifjúsági előtalálkozóról érkező fiatalok arra szólították fel a küldötteket, hogy figyeljenek oda az ő segítségkérő hangjukra is, és közösen kelet és nyugatot, északot és delet összekapcsolva vitassák meg a béke és az igazságosság kérdéseit. Az LVS a kezdetektől vállalta, hogy közelebb hozza egymáshoz a világ különböző pontjain élő egyházakat. Kezdetben olyan közösségek között kellett hidakat verni, amelyek még nemrég háborúban álltak egymással, és amelyek mindannyian sokat szenvedett közösségek voltak. Az évek során a Világszövetség elkötelezetten látta el ezt a feladatot, és eljutott arra a pontra, hogy itt, a budapesti nagygyűlésen ki tudjuk mondani, egy egyházközösség vagyunk, minden tagegyházunk közösségben van egymással. Ez egy nagyon fontos mérföldkő a világ evangélikusságának történetében. Itt Budapesten megtanultuk azt is, hogy hidakat kell verni nemzetállamok között is, kelet és nyugat, észak és dél nemzetei között. Egy kelet-európai szocialista ország vendégeiként ismét hidat építettünk a jövő számára ezzel a mottóval. Krisztusban reménység a világ számára. With the theme in Christ, hope for the world. Egy közösségben vagyunk. We are creatures created by God, sharing this earth at the same time in history. A földre egyként kerültünk egy időben a történelem során. We are members of the same and only church, the Church of Jesus Christ. Egy háznak a tagjai. During the assembly, a nagygyűlés alatt a résztvevők különböző magyar gyülekezeteket látogattak meg, hogy maguk is megtapasztalhassák az egységet a kelet-európai keresztényekkel. A Világszövetség életét még mindig jelentős mértékben meghatározzák azok a hatalmas gazdasági különbségek, amelyek a 97 tagegyház között fennállnak. Az Eviani és Dar és Szalambeli nagygyűlések bátor vállalásának fényében ázsiai, afrikai és latin-amerikai egyházaknak, az északi egyházaknak teljesen egyenjogú partnereivé kellene válnia.
De meddig jutottunk el a valódi partnerség és egyenjogúság útján? A fejlődésnek vannak egyértelmű jelei. Leglátványosabban és a legtöbbek számára ismerten valószínűleg a világszolgálati osztályunk végzi ezt a munkát, amikor enyhíteni igyekszik az emberi szenvedést. Kétségtelen, hogy emberek milliói számára tudunk nagyon konkrét módon reményt nyújtani. Abu Dahir vagyok, itt éltem, Kistapurban, fél mérföldnyire innen, a Ganges folyónál, ami itt van előttünk. A kunyhónkat ledöntötte az eső. Egy fa alatt kerestünk menedéket. Az eső elmosta az egész folyópartot, a mi falunkkal együtt. Mi vagyunk az 1978-as árvíz áldozatai. A házainkat az evangélikusoktól kaptuk, amikor idejöttünk Tarapurba. Még ruháink sem volt. Kaptam egy kölcsönt a Tarapuri Telepesek Egyesületétől, a pénzből pedig vettem egy biciklis riksát. A riksával el tudom tartani a családomat. De ismerve az egyházkerületemben élő keresztények helyzetét nálunk, Afrika közepén, ki kell mondanom, hogy az erőforrások egyházaink közötti elosztásának ez idáig nem sok köze volt a méltósághoz és az egyenlő elosztáshoz. Pál apostol szerint teológiailag az a helyes, ha követjük Krisztus példáját, aki kiüresítette magát, és gazdag létére szegény élet, és ezt az elvet alkalmazzuk az erőforrások egyenlő megosztására is, az egymástól távol élő keresztények között. Jézus teljes mértékben elfogadta a nőket, bátran vállalva az akkori kultúrával való szembehelyezkedést. Úgy gondoljuk, hogy több nőre volna szükség a munkatársak és a tanácsadók között az LVS-ben. Javasoljuk, hogy a küldöttek aktívabban vehessenek részt a nagygyűlés munkájában. Nagyon jó érzés itt ülni, végignézni az üléstermen és látni, mennyi nő van jelen. És látni, hogy mennyi olyan férfi van jelen, aki támogatja a nők törekvéseit. Köszönjük szépen! A nagy gyűlés döntése alapján 40% női részvétellel az LVS döntéshozásában. Afrika déli országainak fekete egyházai azt üzenik, hogy a vallásos szólamok is megfekhetik a gyomrokat, ahogy a miénket már megfeküdték. Úgy akarunk hazamenni innen Budapestről, hogy ezt világosan kimondjuk. És orvosságra van szükségünk ez ellen. A nagygyűlés megválasztotta az első kelet-európai elnököt. Új elnök, Calvi. Számomra az út, amely ehhez a pillanathoz vezetett, a szenvedés útja volt, valódi passió. De most valóban elfelejtem, ami mögöttem van, és mindent megteszek annak érdekében, hogy elérjem, ami előttem van.
a cél felé futva, a jövő felé tartva. And run straight towards the goal, pressed on towards future.